Köszöntöm nézőinket, Önök a Bonyhádi Naplót látják, Deli Kinga vagyok. Mutatom, mivel készültünk Önöknek mára. Jelzőlámpás csomópontot építenek Bonyhádon. 15 éves születésnapját ünnepelte az Együtt Egymásért intézmény. Sebestyény Orsolyát választották újabb ciklusra a gondozási központ élére. Cukorbetegeknek szervezett előadást a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda. Marokkói utazások emlékeiből nyílt kiállítás Bonyhádon. Új jelzőlámpás csomópontot építenek Bonyhádon a Rákóczi utca és a 6-os számú főút bekötő szakaszának kereszteződésénél. Ezzel egyidejűleg a templom előtti útszakasz útburkolat cseréje is folyamatosan zajlik. A munkálatok befejezését az idei év végére tervezik. Folyamatosan zajlanak a munkálatok Bonyhádon a 6-os számú főút bekötő útszakasza és a Rákóczi utca kereszteződésénél. A városközpontból a templom előtt haladó útszakaszból indul a felújítás második része, egészen az előbb említett kereszteződésig, ahol majd egy jelzőlámpás csomópontot hoznak létre a közlekedés könnyítésére. Az első szakasz, ami a csomóponttól indul egészen a templomig, azt fogjuk a jövő héten aszfaltozni. Ott már megvannak a szegélyjavítások, a járda, mert járdafelújítást is csináltunk, ott igazából a közművek cseréje nem történt. Annak az aszfaltozása ugye jövő hét kedden indul, ott lesz egy forgalombeli fennakadás, egy kisebb, de ugye mi ezt orvosoljuk azzal, hogy lesznek kint kollégáink, akik irányítják a forgalmat, viszont ott egy terelésünk lesz, ami a Szabadságtér fele kell majd a templom mögött elterelni a forgalmat. Ez a jövő héten ez fog elkészülni valószínűleg, lehet, hogy még jövő hét utáni hétbe ez belecsúszik, viszont a következő szakasz, amit most éppen a kivitelező csinál, az ott még szegélyjavítások, aknaszintre emelések történnek, ami remélhetőleg szeptember vége fele befejeződik, akkor ezt a második szakaszt is tudjuk aszfaltozni. Ezeknek a munkálatoknak a befejezési határideje 2023. májusára tehető, de a kivitelező ütemterv szerint halad, így megpróbálják a munkálatokat minél hamarabb befejezni, akár még az idei év végére is. A csomópontról egy pár szót mondanék, ugye ez a Forberger csomópont az összes közmű kiváltásra kerül. Új házi bekötések lesznek, gázlesű ijesztés, stb. Igazából itt kiszélesedik az út, tehát lesz kanyarodósáv, könnyebb lesz a forgalomnak. Ez a csomópontnak az építése, ami az útépítés része, az valószínűleg csak október vége fele indul el, egészen novemberig fog ezt tartani, és akkor lesz annak az aszfaltozási munkája, tehát remélhetőleg idén ezt be fogjuk fejezni. A kivitelező cég munkatársai arra kérik az autósokat, legyenek türelemmel, és az útépítési munkálatok befejezéséig fokozott figyelemmel járjanak az adott útszakaszon. 15 éves jubileumát ünnepelt az Együtt Egymásért nappali intézmény Bonyhádon. A születésnapot most rendhagyó módon összekötötték egy nyárzáró programmal is, ahol zenés, táncos mulatsággal is készültek a szervezők. Az esemény zárásaként egy tortát is felszolgáltak a jelenlévőknek. A Bonyhádi Együtt Egymásért nappali ellátó intézmény a napokban ünnepelte fennállásának 15 éves évfordulóját. A születésnapra most rendhagyó módon emlékeztek meg, ugyanis összekötötték egy nyárzáró programmal is. Verssel, tánccal egy sikeres táncpályázatnak a záró ünnepsége is egyben. Asztalos Zsuzsanna Viktória tanította be a táncokat a fiataloknak, 50 alkalommal jött és foglalkozásokat tartott az intézményben. 24 férőhelyes a nappali intézmény, és 24 ellátottunk is van. Bonyhádvárosból 10 vannak, és a környező településekről, 12 településről járnak be az intézetbe a fiatalok.
reggel 7:30-től délután 4 óráig vagyunk nyitva. Nagy részük önállóan közlekedik, akik nem tudnak önállóan utazni, a támogatószolgálat szállítja be az intézetbe. Körülbelül 8:30-re úgy mindenki beérkezik, és akkor foglalkozások vannak, különböző készségfejlesztések vannak. Napi egyszer biztosítunk meleg élelmet a fiataloknak, aki igényli, aki nem, ők hozzák magukkal az ebédet. És akkor délután még van egy foglalkozásunk, de már szabadabb, ahol már ők is irányíthatják a szabadidős foglalkozásokat. A nyár folyamán kisebb kirándulásokkal is színesítették a mindennapokat a terápiás szakemberek az ellátottak számára. Halastóhoz, múzeumba, hol Hazemlék múzeumot tekintjük meg, föl a Perccel kertbe, könyvtárlátogatás, mert már elég nehezen mozog az ellátottjaink. Az intézményben 3 éves kortól fogadnak ellátottakat, felső korhatár nincsen. Olyan, hogy különböző képességeik romlanak. Tehát már egy olyan igénye lesz, hogy ez a nyüzsgő, pörgősebb napirend már zavarja, mert idősödik, és akkor inkább vagy egy idős napközibe, vagy egy bentlakásos intézménybe kerül ellátásra, amennyibe a család nem tudja ellátni. Az ünnepséget közös tánc, zene és éneklés színesítette, a program zárásaként pedig születésnapi torta várta a jelenlévő ellátottakat és vendégeiket. A 100 éves születésnapját ünneplő Papp Lajosnét, Anna nénit, népes családja és közeli barátai köszöntötték fel a jeles napon. Fia Domonkos volt az, aki összehívta a vendégsereget, hogy együtt méltón megünnepeljék ezt a nem mindennapi eseményt. Anna néni meghatódva mondta el, hogy nem gondolta volna, hogy szinte mindenki itt lesz, aki közel áll a szívéhez. A hit és a szeretet mindig fontos része volt az életének, és meggyőződése, hogy ennek a kettőnek köszönhetően ajándékozta meg őt hosszú élettel a Jóisten. És megértem, látott fiam. Engemet nagyon meghallgat a Jóisten, az Úr Jézus. Meghallgatnak. Már sose gondoltam, hogy én ezt a napot megérem, nézd meg, megértem, és úgy megértem, hogy el tudtam jönni, és nagyon szép, nem lehet szóhoz jutni, de tudod miért? Mondjam, a szeretet, fiam, ha nincs szeretet, nincs élet. Akkor nincs élet. Én mindenkit szeretek, de én amikor acska vagyok, én annyi szeretetet tudtam adni mindenkinek. Ismét Sebestyén Orsolyát, a Bonyhádi Gondozási Központ igazgatóját választotta meg a fenntartó Völgységi Önkormányzatok Társulása az intézmény élére. Az újra választott vezető azt mondja, a nehezedő helyzetben egyre többen keresik a kapcsolatot a szociális ellátó szervezettel, akik 4 telephelyen segítik a rászorulókat. Fél év költségvetését tekintett át a Völgységi Önkormányzatok Társulása. Filóni Ferenc Ibolya, a testület elnöke azt mondta, az idei esztendőben 380 millió forintból gazdálkodhattak, melyből 320 milliót az egyetlen intézményük a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartására fordítottak. A testület módosította az ezévi költségvetést. Ilyenkor átvezetésre kerülnek azok a számok, amelyek még februárban nem voltak ismertek, és az államháztartásból átvett pénzeszközöket teszi helyre a költségvetésbe, vagy azokat a döntéseket tudjuk átvezetni a rendeleten, amelyeket mi magunk a társulási ülésen hoztunk. 2 példát hagyd mondjak erre, ilyen például a közművelődési pályázat, hiszen a költségvetési rendelet elfogadását követően döntött a társulás arról, hogy 2022-ben újra segíti a támogatással a településeket. Ez a pályázat már le is zajlott, 2,3 millió forintot tudtuk biztosítani a völgységi települések számára. A legtöbb program már meg is valósult a nyár folyamán, hiszen túl vagyunk nagyon sok falunapon. Ezekhez tudtunk segítséget nyújtani ekkora összegben, egy pályázat keretében. Illetve a másik 500 000 forint, amiről szintén a társulás döntött egy előző ülésen, az pedig az Együtt Egymásért Nappali intézménynek
az 500 000 forintos támogatása, amely a megnövekedett és előre nem látható rendkívüli rezsiköltségek emelése indokolt. A polgármesterek tanácsa meghallgatta az egyetlen intézménye, a Bonyhádi Gondozási Központ beszámolóját. Alatt nagyon sok minden történt. Gondolhatunk itt a Covid miatti feladat megbontásokra, illetőleg, hogy három tagintézmény egy egységként való kezelése nem egy egyszerű feladat. Az 5 évem alatt azért elmondhatom, hogy nagyon összekovácsolódott a csapatunk. Minden szakfeladattal megtaláltuk a közös hangnemet. A célunk továbbra is ez, az elkövetkező 5 évre is, hogy ugyanezzel a munkamorállal folytathassuk a tevékenységünket, ugyanezzel a szakmai tevékenységet folytató kollégákkal, hiszen megtanultuk egymást kezelni, egymást támogatni, segíteni, és ez az időseknek, a családoknak a szempontjából nagyon fontos, hiszen látják, hogy egy olyan csapat áll mögöttük, akikre számíthatnak, és nem jellemző ránk a fluktuáció, tehát mindig ugyanazt a szemét kapják családgondozás szempontjából. A 320 milliós költségvetésünk elegendő ahhoz, hogy minden szemlet finanszírozni tudjunk, a béreket, a rezsiköltségeket. Tanulóképzéssel is foglalkozunk, hiszen ez is hoz normatívát az intézmény számára, amiből fejleszteni tudunk. Elegendő forrás áll a rendelkezésünkre, bízunk benne, hogy a későbbiekben is így fog maradni. Az igények száma folyamatosan emelkedést mutat. Nagyon nehéz már sokszor összeszervezni a logisztikát, hogy mindenki megfelelő ellátásban részesüljön, és ez még csak bővülni fog véleményem szerint, hiszen gazdasági világválság közepén vagyunk, úgyhogy számítunk erre, hogy a továbbiakban is szükség lesz ránk, nagyon nagy szükség lesz ránk, mondhatom inkább így. Igyekszünk minden igényt kielégíteni, de hát a korlátaink azért szűkösek. A legfőbb problémát azonban az energiaárakban látjuk, hiszen nem lesz mindegy, hogy hogyan fogjuk tudni finanszírozni, de igyekszünk mindent megtenni ennek érdekében is. A testület döntése értelmében a következő 5 esztendőben is Sebestyén Orsolya irányítja majd a Bonyhádi Gondozási Központ szakmai munkáját. Újabb előadást szervezett a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda. Ezúttal a cukorbetegeknek segítettek a szakemberek. A résztvevők egy egész napi egészséges menüt készíthettek el, illetve számos hasznos táplálkozási tanácsot is kaptak, amelyeket könnyen beilleszthetnek a mindennapjaikba. Az elmúlt csaknem 2 évtizedben rohamosan emelkedik a cukorbetegek száma hazánkban. A regisztrált esetek megközelítik az 1 milliót, de ez a szám valójában inkább a 1,5 millióhoz közelíthet, hisz sokan nem tudnak a problémájukról. A Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai a betegséggel küzdőknek adtak táplálkozási tanácsokat. Mindenféleképpen a napi szénhidrát bevitel mennyiségére, illetve a szénhidrátok fajtájára kell odafigyelni. Most konkrétan egy 160 g-os szénhidrát diétát hoztunk, napi étkezés 5 étkezésre lebontva, kiszámolva a szénhidrát mennyiségekkel. Ezen kívül hoztunk receptsorozatot, kóstolókkal egybekötve, és az is motiválja az itt lévőket, hogy ők készítik el, és így talán otthon is megcsinálják könnyebben. És hogy miért is ennyire fontos a szénhidrát bevitel? Beszélhetünk ugye lassan és gyorsan felszívódó szénhidrátokról, ugye inzulinrezisztens cukorbetegeknek elsősorban a lassan felszívódó szénhidrátokat javasoljuk, ilyen például a teljes kiörlésű termékek, graham, durum, kenyerek például. Kordában lehet tartani a vércukorszintünket. Többféle étel készült a programon, reggelire például egy csokoládé és pisztáciás zapkását ajánlottak a szakértők. 10 órai rauzsira egy ilyen kis gabona szeletes gépsonkás kis szendvicszerűséget, illetve uzsira gyümölcssaláttal, ez korpovit kekszel, ebédre egy lencsés mozzarellás paradicsomos salátával készültünk, teljes kiörlésű kenyérrel, illetve citromos túrókrémmel, vacsira zöldborsó humusszal készültünk, százi szezámpasztával, illetve ott is teljes kiörlésű kenyéret fogunk felhasználni. A Bonyhádi Központot egyre többen keresik fel cukorbetegséggel küzdők. Egyre többen keresnek fel minket az irodában is ezzel kapcsolatban. Egyre többen inzulinrezisztensek sajnos, és ugye mivel ez a cukorbetegség előszobája, ezért itt nagyon fontos az étrendi tanácsadás, illetve az életmódváltás. Gyakori a hirtelen testsúlycsökkenés, esetleg a látásromlás, falásrohamok alakulhatnak ki, szájszárasság még, ami gyakori tünet, szomjúságérzés. Hát mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni, és ő fogja javasolni vagy életmódváltást, vagy hogyha már szükséges, akkor gyógyszereskedés,
kezelést a betegség kezelésére. Az inzulinrezisztencia az a cukorbetegségnek az előszobája, tehát ez előtte fog kialakulni, és hogyha nem történik meg az életmódváltás, étrendi változtatás, akkor cukorbetegség ki fog alakulni. Inzulinrezisztencia esetén még életmódváltással és étrendi változtatásokkal még befolyásolható, viszont cukorbetegségnél már általában gyógyszeres kezelés, inzulinkezelés várja a betegeket. Lehet, hogy meg kell menni Lehet, hogy meg kell. Hát elsősorban itt tényleg erre a lassan felszívódó szénhidrátokra kell gondolni, teljes kiörlésű lisztek, kenyerek, mindenféleképpen ugye itt a finomított cukrokat kell elkerülni, illetve az ilyen fehérlisztes termékeket, illetve fontos az étkezésenkénti meghatározott szénhidrátbevitel, tehát nem mindegy, hogy egyszerre viszünk be ugye 160-at, vagy ugye napi 5 étkezésre lebontva, tehát mindenféleképpen meg van határozva, hogy naponta hányszor kell, és mennyit. A gyümölcsfogyasztás ugye az inzulin érzékenység miatt a reggeli órákban nem ajánlott, inkább így a déli, kora délutáni órákban, mivel a gyümölcs az egy gyorsan felszívódó szénhidrát, és hirtelen megemeli a vércukrunkat. Úgyhogy, de mindenféleképpen ajánlott a gyümölcsbevétel ugye az egyes vitaminásványi anyag, illetve a rostartalom miatt is, úgyhogy azt mindenképpen naponta fogyasztani kell. Harmadik alkalommal szervezi meg a Majósi Székely Hagyományőrző Egyesület immáron hagyományos szüreti felvonulását. Az idei rendezvény szeptember 17-én tartják. A forgatag délután 2-kor indul, és a 8 állomást érintve vonulnak végig a település részen. A közel 3 órás menet után kulturális program várja az érdeklődőket a helyi művelődési ház udvarán. A legfontosabb célja a hagyományok megélése. Ez egy nagyon régi hagyomány szerintem, ezt talán mindenki tudja, a falvakban születi felvonulás, születi mulatság. A másik célja a falu kicsit összetartozás érzése, tehát ilyenkor tényleg mindenki megmozdul a faluba, szinte mindenki. Tehát a 8 állomás az megmozgat minimum 40-50 családot, de lehet, hogy még többet, csak ott a környékben, de a nézelődőkkel együtt még többen. Tényleg szinte az egész falu megmozdul erre. Körülbelül ez a cél, és hát az egyesületünknek a működésének egyik szép és fontos eleme ez a születi mulatság. A Bárka Művészeti Szalon egyik tagjának, Németh Katának nyílt kiállítása Bonyhádon a Vörös Marti Művelődési Központban. A kiállított festményeken Marokkó meg annyi arcát tekinthetik meg a látogatók. Utcarészletek, az óceánpart, az Atlasz-hegység lábánál megbújó városok látképét vetette vászonra az alkotó. Utazások emlékeiből nyílt kiállítás Bonyhádon a Vörös Marti Művelődési Központban. Németh Kata, aki rajong ezért az afrikai országért, már 9 alkalommal járt ott, és az ott eltöltött idő emlékeit vetette vászonra. Én 9-szer voltam ott, és annyira jó kis világ van ott, tehát az ember más gondol, mert vannak ugye muszlimok is, meg keresztények, de annyira emberszerető, barátságos nép, segítőkész, hogy végül is nagyon belopták a szívembe magukat, és akkor így újra meg újra oda kellett mennem. Szóval egy ilyen vágy alakult ki bennem, hogy Marokkóba menjek. Beléptem a Bárka Művészeti Szalomba, meghívtak a Szekszárdon a Bárka Művészeti Szalomba, és ott kezdtem el festeni. És akkor végül is a saját képeimről, nagy részt a saját fotóimról festettem meg a képeket. Én szeretek mindent, virágokat, házakat, bár talán a házakat, az épületeket, azt szeretem festeni. Talán az, amelyik a legjobban közel áll hozzám, de egyébként mindegy, nem lényeges, ami megtetszik. Németh Kata a fotózás iránti szenvedélyéből váltott át a festészetre, és ebben a Bárka Művészeti Szalon nagy segítségére volt. Egy-két képen már volt, mert ugye elkezdtem festegetni, és azért is hívtak meg, és akkor volt egy taggyűlés, ahol
Azt mondtam, ugye, mint kezdő, hogy azért most bocsánat a kifejezést, én elmókolgathatok itt 30 évig, de olyan jó lenne, ha valaki segítene, vagy tanítana, vagy nem lehetne, hogy összejövünk, és akkor a művészeti vezetőm mondta, hogy ha én megszervezem, akkor ő tanít minket. És akkor így elkezdtem szervezni, akkor még a civil centrumban voltunk a Béla Király téren Szekszárdon, és akkor minden második szombat délelőtt elkezdtünk festeni, és akkor elkértem a kulcsot, kinyitottam, bezártam, és így rá voltam arra, én könyvelővállalkozó vagyok egyébként. Tehát éjjel-nappal dolgozom, és akkor ez arra késztetett engem, hogy minden második hétvégén biztos, hogy festeni fogok, mert ki kell nyitnom a termet, nem tudnak bemenni, tehát ez az én dolgom volt, és így alakult ki, és a mai napig is festünk. A festészet nekem az életmentés. Ugye én könyvelő vállalkozóként nagyon sokat dolgozom, és állandóan forog az agyam, és én, mint festő, ez teljesen kikapcsol. Amikor festek, akkor semmire se gondolok, csak arra, hogy hogyan tudom megalkotni azt a képet, és ez annyira kikapcsol, hogy teljesen fel tudok üdülni tőle. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog nekem. Életmentésnek találtam ki igazából. Olyan saját magamat húzom ki a vállalkozásomból, hajamnál fogva, hogy azért azt is túléljem, mert nem egy egyszerű egy vállalkozónak, ma főleg nőnek. A képek akrilfestékkel készülnek, stílusukat tekintve pedig szürrealista vagy realista képvilágot örökít meg az alkotó. A színekből pedig a meleg árnyalatokat helyezi előtérbe a festményeken. Mert én azt gondolom, hogy a művészetnek az a lényege, vagy legalábbis szerintem, amit én gondolok, hogyha ide bejön valaki, akkor legyen tőle boldog. Tehát dobja föl őt, és ha kell, akkor akár napokig is él, lehet ebben a jó állapotban. Istenem, de szépet láttam, és akkor napokig el van vele, hogy milyen szép. És én szerintem a művészetnek ez a dolga, hogy fölfelé húzza az embert, és boldoggá tegye. Azt szoktam viccesen mondani, hogy én biztos nem festenék olyat, hogy három feje van, meg egy balta a fejében, és akkor valaki az megy, és akkor az első kertben az első szilvafára fölköti magát tőle. Tehát én azt gondolom, hogy fölfelé kell húzni az embereket is, hogy boldog legyen a művészetemtől. Én ezt szerettem, hogyha ha úgy mennek el, meg látom, hogy mosolyog, hogy jaj, de szép, és akkor olyan boldogan elsétál. És akkor ez eltartott akár 2-3 napig is, hogy ilyen boldog állapotba került tőle, és nekem ez a legfontosabb. A kiállítás egész szeptemberben a Bonyhádi Vörös Martin Művelődési Központban hétköznaponként nyitvatartási időben látogatható. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!